Reggel 6 órától adhatták le voksaikat a 4-1 számú választókerületben élők, összesen 5 szavazóhelység állt a rendelkezésükre. Már a délelőtti órákban is elmaradt a részvételi aránya a 2019-es adatokhoz képest. Akik viszont elmentek voksolni, nagy többségben azt mondták, azt szeretnék, hogy a nyertes jelölt a lakóhelyük fejlesztéséért dolgozzon. Nagyon jó lenne, hogyha az előző szeretett képviselő után hasonlót kaphatnánk, aki ugyanúgy dolgozik értük ezért. Bízom benne, hogy akire szavaztam, az ezt folytatni fogja és csinálni. A tendencia, ami szerint ezúttal kevesebben mentek voksolni, egész nap megmaradt. Köszönöm, viszontlátásra. A szavazás ideje alatt rendkívüli esemény nem történt. A körzetben élők legtöbbje konkrét fejlesztési elvárásokat fogalmazott meg. Jöttem el szavazni. Hát azért, hogy egy kicsit a fősőváros szebbé tegyék, a patakot kipucolják, borzalmasan néz ki a sétpatak, úgyhogy pontosan nálam van egy olyan szakasza a sétnek, ahol állandóan megreked a víz. A kerületben 2745 választásra jogosult volt, közülük este 7 óráig 1182-en járultak az urnák elé. Ez valamivel több, mint 43%-os részvételi arányt jelent, míg 2019-ben a szavazók közel 47%-a voksolt. A helyi választási bizottság tagjai és a választási iroda vezetői este 9 órakor üléseztek. A helyszínen stábunk is jelen volt. A választás rendben zajlott, rendkívül esemény nem történt a szavazás során, úgyhogy először is meg szeretném köszönni minden szavazókörben dolgozó bizottsági tagnak a munkáját, és nagyon gyorsan dolgozták fel a választásnak az eredményét. A bizottság végül Szollár Zoltán a Fidesz-KDNP jelöltjének győzelmét hirdette ki. Megállapítható, hogy Szollár Zoltán, ugye a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és Keresztény Demokrata Néppárt képviselőjeként 719 szavazattal megnyerte a választást. Mutatjuk a részletes adatokat is. Szollár Zoltán a kormánypártok közös jelöltje 719 szavazatot kapott. Ezzel az arra jogosultak több mint 58%-a szavazott rá. Az éjjel szexel színeiben induló, a 2019-es választás is elveszítő, Jantner Lászlónéra ezúttal 475 voks érkezett. Ez valamivel több, mint a megjelentek 38%-át jelenti. Míg a Mi Hazánkos Babos Lászlót a körzetben élők közel 4%-a szerette volna a közgyűlésben látni. Ő 40 szavazatot kapott. Az időközi választás tehát nagy arányú kormánypárti győzelmet hozott Szekszárdon. Az eredmények néhány napon belül emelkednek jogerőre, de az eddigiekben valószínűleg már nem lesz változás.